Bács-Fekete-hegy település magyar közössége büszke a tamburás zenei hagyatékára, amely a távoli múltba nyúlik vissza. A zene szeretetét és a falusi ember mindennapjaihoz való tartozását a következő anekdota igazán hitelesen fejezi ki. A keleti fronton az első világháborúban egy alkalommal a feketicsi katonák kerítettek egy tamburát. Körbeülték, és az egyik, kezébe véve a hangszert, eljátszotta kedvenc nótáját, a földiek pedig énekeltek vele. Amikor a nóta végére ért, átadta a tamburát a mellette ülőnek, s az is elpengette az ő nótáját. Amikor már az ötödik bácsfekete-hegyi vette kezébe a tamburát, az őrmester, aki eddig csendes szemlélője volt katonái szórakozásának, felháborodva kikelt magából. Azt az istenit maguknak, otthon más se csinálnak, csak tamburálnak. Ha nem is fedi teljes egészében a valóságot az őrmester megjegyzése, mégis lehet benne igazság. Egy valamire való bácsfekete-hegyi legénynek illet jártasságot szerezni a tamburálásban. A tandíj egy zsák búza volt. A zenei képzettség azonban csak addig terjedt, amíg a saját szórakozását kielégítette. A legények bizonyos szinten elsajátították a tamburálást, a lányokasszonyok meg citerán fejezték ki a zenei érzelmüket. Volt is majd minden nagylányos háznál citera. A Bélityen, Tanya csoporton egy fokkal már többre vitték a muzsikálás alapjait. Saját készítésű megyfa, szilvafa tamburáikon már a zenélist is olyan fokra emelték, hogy a tanyavilágban az összejött vendégeket is elszórakoztatták. Eleinte az ütemet kantabőgővel adták meg, de neki láttak és készítettek maguknak nagy bőgőt is. Búzavetés után Bálint napig a dolguk felül ráértek gyakorolni. Aztán disznótor, névnap, keresztelő, de a vasárnap is ok volt az összejövetelre. Kivitték a szobából az ágyat, meg a pricset, s a felmázolt szobában olyan dáridót csaptak, hogy alig látták egymást a felkavart portól. A Keresztény Ifjúsági Egyesület keretében Józsa Gábor gyűjtötte össze a tamburázni vágyó fiatalokat. Az volt a célja, hogy a kottából való játékot sajátítassa el a szakosztály tagjaival. Nóta esteken, irodalmi esteken a Keresztény Ifjúsági Egyesület zenekara szórakoztatta a közönséget. Régen az aktív zenészek szinte kivétel nélkül családi hagyományként örökölték a kocsmai zenével való foglalkozást. Kocsmai zenésznek lenni foglalkozásnak számított, s a kar nagy pecséttel rendelkező zenész volt. A munkaidejük délután vette kezdetét. Amikor összejött a zenekar, akkor megkezdődött a próba. Estig aztán kialakult a mulatni vágyó közönsége. Tehetősebb gazdák konvenciót fizettek a zenészeknek. Ha aztán az illető még mulatozásra is gerjedt, akkor természetesen fizetett a zenészeinek. Manapság szinte nehéz elképzelni, hogy miként is lehetett kedve valakinek mulatni, dalolni, vagy csak saját szórakoztatására zenélni. A valóság az, hogy aratáskor, kapáláskor, szüretkor hangos volt a határa nóta szótól. Péter Pálkor, amikor bejött a Szent Tamási nagygazda 9 sukkos kocsival, hogy kivigye őket egy hétre aratni, egy heti élelemmel megrakodva, felültek 12-en a kocsiderékba, s olyan nótaszót csaptak, mintha lakodalomba mentek volna. Szombat este hazajöttek megtisztálkodni, s vasárnap megint nótaszóval vettek búcsút, mert tudták, most már meg lesz a télire való. Múlnak az évek, évtizedek és az évszázadok is, de tamburán a mai napig muzsikálnak Bács-Fekete-hegyen. A hangszeren való játszás és a népzene szeretete a 21. században új szerepet tölt be. Hozzájárul a gyerekek magyarságtudatának erősítéséhez és a hagyományos értékek el nem feledéséhez. Falunkban, a Nikola Gyurkovics általános iskolában és a Bács-Fekete-hegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesületben Szakács Zoltán oktató szorgalmának köszönhetően a mai napig tömegesen ragadják kézbe a tamburát. Bede Ivett vagyok, 3 éve tamburázom. Dorogi Hanna vagyok. A két nővérem is már tamburázott. Verbászi Adja vagyok, táncoltam, versmondásra járok. Azért is járok tamburára, hogy őrizzem a hagyományt. Losonci Felike vagyok, imádok néptáncolni, de tamburára is jövök. 2 éve tartozom a tamburások csapatába. Családban édesapám is tud tamburázni, nővérem is, és most már én is 3 éve tamburázok. Próbálom, sosem késtem, vagy jövök, vagy nem. Én kis prímen játszok. Ezt a hangszert is apukám készítette.
tambura hangszer és népzene népszerűsítésében támogatunk a Csóri Sándor Alap.